Sziasztok, fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Először is sajnálom, amiért a hang ennyire rossz. Mivel a gépen fogom megmutatni nektek, hogy hogyan lehet felállítani egy profilt, és ezért muszáj vagyok a gépen videót készíteni, szóval előre is elnézést a hangért. Másodszor viszont köszönöm szépen, hogy ilyen sok pozitív visszajelzést kaptam az előző társkeresős videómra. Amiért ilyen sok pozitív dolgot írtatok, ezért eldöntöttem, hogy akkor ebben a videóban elhozom nektek azt, hogy hogyan érdemes felállítani egy profilt úgy, hogy az kedvező legyen. Mielőtt elkezdjük, szeretném leszögezni azt, hogy nekem nem azért van pozitív visszajelzésem a társkeresőkkel kapcsolatban, mert lány vagyok, vagy azért, mert szőkehajú lány vagyok, hanem szimplán azért, mert megtanultam úgy használni, hogy ne legyen abból probléma. És egyébként bárkinek sikerülhet. Szóval egyáltalán nem attól függ, hogy te most fiú vagy-e, vagy lány, szép vagy, vagy csúnya vagy. Kezdjük ott, hogy nincs csúnya ember. Csak nem feltétlenül jól állítod fel a profilodat ahhoz, hogy neked legyenek meccseid. Szóval én a Bumble-t fogom felállítani, mert én ezt szerettem a legjobban. Viszont ugye itt a lányok tudnak csak először írni, és 24 órájuk van arra, hogy írjanak. Szóval csak azzal foglalkozunk, hogy felállítjuk a profilt. Szóval először ugye regisztrálnod kell, vagy telefonszámmal, vagy e-mail címmel, az igazából mindegy, hogy melyikkel csinálod. És akkor miután regisztráltál, azután megjelenik ez az első dolog, szóval ide beírjuk a nevünket. Na most én nyilván nem fogok valós profilt létrehozni, mivel ugye van barátom, szóval én nem akarok társkeresőn rajta lenni. Viszont azért, hogy át tudjuk beszélni ezt az egészet, azért most ezt megcsinálom. Szóval nem szeretnék senkit megbántani, ezért névnek azért a saját nevemet fogom használni. Ide olyan nevet raksz be, amit szeretnél, viszont fontos az, hogy ugye meglátod, hogy így fogsz megjelenni az applikáción. Tehát én nem raknék be ilyen, nem tudom, Star Wars karakter nevét, meg a teljes nevemet se kell berakni. Az a név, amit egyébként a suliban használnak rád, amit egyébként szeretnéd, hogy használjanak, amit esetleg, hogyha külföldre költöztél, akkor jobb használni, tehát igazából ide berakod a nevedet. És akkor utána megyünk arra, hogy mikor van ugye a születésnapod, na most én ide beírok egy random születésnapot. Itt ugye azért fontos, hogy nyilván nem kellene hazudni, mert miért hazudnánk, de tehát, hogy itt fontos azért, hogy ne hazudj, főleg azért, mert a Bumble szokott küldeni ilyen születésnapot dolgokat, de most mindegy, valamikor beírjuk, hogy mikor. És ugye azért fontos, mert minimum 18 évesnek kell, hogy legyél, szóval ha valaki 18 év alatt van, akkor annak nyilván ezt nem ajánlom. Milyen nemű vagy, ugye itt nyilván most mi nők leszünk, viszont ettől függetlenül, amikor megcsinálom a dolgokat, akkor el fogom mondani fiú és lány szemszögből is, és én ezt nem tudtam, hogy ez micsoda, oké, minket ez annyira most nem érdekel, tehát most én nő leszek. Az, hogy te nő vagy, azt ugye be tudod állítani, hogy mutassák a profilodon, el tudod rejteni, tudod mutatni, én mutatom, mert miért ne. Most ide képet fogunk felrakni, amit én egy teljesen random képet fogok kiválasztani. Tehát a lényeg, a kép az első, amikor ugye te elindítod ezt az egész profilt. Tehát a képnek az a lényege, hogy az első tippem az az, hogy legyen több kép fönt. Tehát legyen, ugye azt mondják, hogy akkor lesz jó egy profil, hogyha minél több mindent mutatsz meg magadról. Tehát legyen fönt egy kép, amikor mondjuk relatíve elegánsan nézel ki. Legyen fönt egy kép, amikor mondjuk ilyen melegítőben vagy. Legyen fönt egy kép, ami mondjuk nem tudom, sportoz. Legyen fönt egy tükörkép, hogyha szeretnéd, de ez egyébként nem olyan, tehát nem, ez egyébként nem olyan fontos. A lényeg az az, hogy minél többféle színedet próbáld meg bemutatni. Szóval nekem például volt utazós, nekem például volt fönt, amikor mondjuk egy jó outfit volt rajtam, és egy tükörből néztem ki. Volt olyan kép, amikor mondjuk egy smink nélkül voltam, volt olyan, amikor egy ilyen durvább smink volt rajtam, tehát minél több mindent. Most nyilván ezt az egy képet fogjuk bentartani, de hogyha fiú vagy, hogyha lány vagy, mindegy. Sportos legyen, amikor mondjuk elegánsabban nézel ki, egy ilyen átlagos, és igazából lehet selfie, lehet tükör, lehet akár a hobbit, ha nagyon szeretsz olvasni, akkor mondjuk egy kép, ahogy olvasol, ha nagyon szereted a kávét, akkor mondjuk egy kép, ahogy kávézol, ha szeretsz mondjuk futni, akkor egy futás, tehát ami neked fontos, ami téged igazából bemutat. Most mi itt egy képet fogunk tovább vinni. Igazából itt hozzáférhettek a helyszínhez, de ez csak azért fontos, hogy ki tud választani a későbbiekben azt, hogy mondjuk ki az, akit így közelben mutasson.
És akkor miután hozzáadtad a location-edet, utána igazából elfogadod a szabályokat, és itt, ezen az applikáción, szerintem amúgy ez már a többin is itt van, ki tudod választani, hogy te most éppen a szerelmedet keresed, a legjobb barátnődet, vagy olyan partnereket keresel, akikkel együtt tudsz dolgozni a későbbiekben. Elsősorban mi ugye ezt társkeresésre használjuk, ezért mindenképp én a szerelmet akarom megkeresni, de hogyha valaki csak mondjuk ismerkedni szeretne barátokat, akkor ez applikáció nagyon jó arra, hogy ugye best friendet keressen neked, illetve hogyha valaki esetleg bizniszre akarja használni, akkor bizniszre. Most mi date-elni fogunk, tehát continue with date. És akkor ugye itt mutatja fönt a profilomat, gyönyörű profilképpel, és akkor let's get bumbling, ki az, akit én szeretnék, hogy itt mutasson ez a kép. Itt azt választod ki, aki téged érdekel, most jelen esetben, mivel ugye én Serena vagyok, mi keressük a nétünket, tehát ebben az applikációban itt te fogod megtenni az első lépést, ha nő vagy hogyha nőként regisztráltál, úgyhogy itt elmagyarázza igazából, hogy 24 órád van arra, hogy megtedd az első lépést, különben a te meccsed az ugye el fog tűnni. Miután kiválasztottad, hogy téged a férfiak, a nők, vagy igazából bárki érdekelhet, ide fogsz kattintani fölülre, és itt meg fog jelenni a te profilod. Ugye itt remélhetőleg neked több képed lesz fönt, viszont ugye meg tudod nézni, hogy hogyan néz ki a profilod, amikor valaki téged akar jobbra húzni, tehát ez csodálatosan néz ki, ugye? Itt ugye mutatja azt, amit már hozzáadtunk. Egy kép, a neved, illetve hogy hány éves vagy. Na most a következő lépés az az, hogy először tudod hitelesíteni a profilodat, ez most minket annyira nem érdekel. Ez a része a kulcsa igazából a videónak, ez az, ahol te meg tudod mutatni, hogy ki vagy te. Tehát, az első dolog, amit itt ki tudunk választani, az három olyan dolog, ami egyből föl fog jönni ahhoz, hogy ki vagy te. Tehát itt igazából tudsz választani mondatokat, tehát ide azt fogjuk mondani, hogy például én mindig szoktam beszélni, mondjuk a kávéról, és akkor tudni fogod, hogy ez az ember, ez nagyon szereti a kávét. Vagy azt mondom, hogy after work you can find me in the library, tehát a könyvtárban. És akkor a harmadik dolog, amit oda rakunk, hogy amit az én terapeutám mond rólam, az az, hogy kedves vagyok, mondjuk. De nem azt írjuk, hogy kedves, kicsit specifikusabbak vagyunk, mi... That I am always positive. Hogy én mindig pozitív vagyok. Ide bemondhatod egy bármilyen olyan dolgot, amire te büszke vagy. Tehát, hogyha valaki téged akar majd megnézni, akkor ez az első dolog lesz, ami ki fog bukkanni. Ez a három dolog. Aztán a következő. Valami magadról. Tehát itt nagyon fontos, hogy hogyha lány vagy, és odarakod, hogy az Instagram profilod az ez, az a legtöbb fiúnak nem fog tetszeni. Tehát az Instagram profilodat azt nem hiszem, hogy be fogják itt követni, tehát én nem ajánlanám, hogy lányként odaírd. Ha mondjuk kezdjük azzal, hogy lányként, tehát hogyha lány vagy, akkor én írnék például magamról, hogy én mi vagyok. Tehát én odaírnám, hogy diák vagyok, szeretek utazni, szeretek olvasni, mit tudom én, szeretek a gymbe járni, apróbb dolgok. Hogyha pedig fiú vagy, akkor pedig ugyanezt leírhatod. Szeretsz utazni, szeretsz a gymbe járni, tehát általános dolgokat. Vagy régen én írogattam ilyen vicces dolgokat, hogy például három igazság és egy hazugság magamról. Vagy pro és kontra magamról. Tehát egy kicsit ilyen viccesebb. De nem hagyjuk ezt a részt üresen, illetve nem írjuk ide azt, hogy Instagram XYZ, meg hogy nem tudom, 190 centi, 100 kilós férfi, hanem vagy egy általánosan leírjuk, hogy én ezt szeretem csinálni, azt szeretem csinálni, vagy pedig valamilyen vicces dolgot ideírunk. De nem pick-up line-t, mert a pick-up line az nem magunkról szól. Tehát nem írjuk azt, hogy hú, de szép vagy, fájt, amikor leestél a mennyből, mert olyan vagy, mint egy angyal. Hanem szépen leírod azt, hogy pro, kontra, vagy három igazság, egy hazugság, és akkor találd ki. Vagy valami fun fact, vagy valami olyan dolog, ami veled történt, és ilyen csodálatos. Tehát mit tudom én, találkoztam Donald Trump-al. Miért érdekes ez? Mert ez lehet, hogy nagyon általános valakinek. Oké, szeret utazni, szeret olvasni, szereti a kávét, szeret futni, szeret a gymbe járni, szereti ugye a vicces filmeket, vagy sorozatokat, és szereti a hullámvasutakat.
Viszont, hogyha ezt valaki elolvassa, akkor megkérdezheti, hogy mi a kedvenc helyem. Megkérdezheti, hogy milyen típusú könyvet szeretek olvasni. Megkérdezheti, hogy hogy szeretem a kávémat, hogy mennyit szoktam futni, hogy melyik a kedvenc gym napom, hogy mi a kedvenc komédiám, illetve hogy miért szeretem a hullámvasutakat, vagy mi a kedvencem. Tehát ezek közül ő bármelyik dologra rákérdezhet. Tehát ezt most elmentjük. Az, hogy mi a munkád, illetve milyen iskolába jártál, én annó ezt is kitöltöttem, mert miért ne. Az institutionhoz viszont hozzáadhatom mondjuk, hogy Corvinus University, és mondjuk leírhatom azt, hogy graduation year, és igazából ez azért jó, mert hogyha olyan emberek vannak körülötted, akik mondjuk ugyanez a hasonlóságuk, ugyanez az érdeklődésük, akkor megkérdezhetik, hogy aha, én is a Corvinusra jártam. Ha munkátat szeretnél hozzáadni, akkor mondjuk odaírhatjuk, hogy sales assistant, és ideírom, hogy a company az XYZ, és akkor így engedi, hogy elmentsem. És akkor akár hozzá is kérdezhetsz, hogy wow, ez a cég, ez nagyon érdekes, bla bla bla. Na most ezt én általában mindig kiszoktam tölteni, a legtöbbet, tehát ide igazából simán beírhatod azt, hogy én mondjuk 170 centi vagyok, 170, oké, okay. Aztán do you workout? Persze, active workout vagyok, hiszen odaírtam, hogy szeretek futni, szeretek a gymbe járni, ha valaki akarja, beírja, ha nem, nem, de valakinek ez fontos, valakinek ez nem. Milyen ugye a végzettségem, hát ugye diplomám van, milyen gyakran iszok, mondjuk ne írjuk azt, hogy never, dohányzol-e, soha nem dohányzom. És akkor mit szeretnél igazából a date-jeitől? Ugye beírtuk, hogy mi randizni szeretnénk, írnám be, hogy házasság, mert az nagyon félelmetes lehet. Azt se írom be, hogy nem tudom, mert akkor valós alapon megkérdezik, hogy akkor mit csinálsz itt. Hogyha valaki valamilyen ilyen friends with benefit-szerűséget keres, akkor ezt ajánlom. Legyünk most kapcsolatot, keresünk, oké? Okay. Ezt nagyon sokan egyébként nem szokták beírni, és én megértem, tehát az, hogy most te akarsz a gyereket vagy nem, ez rajtad múlik. Én azt írtam be annó, hogy szeretnék, mert én nagyon-nagyon szeretnék gyereket egy nap, tehát igazából itt lényegében azt írod be, amit szeretnél, akarunk gyereket. Mi a vallásod? Ha valaki büszke arra, amilyen a vallása, akkor beírja, ha nem, akkor nem. Én ezt például mindig skippelem, mert ez olyan dolog, ami engem nem érdekel, és én nem akarok róla beszélni, mert nem fontos. Tehát itt látod, hogy ez be van írva minden. És ide beírhatod az Instagramodat, vagy a Spotifyodat. Tehát miért nem írunk Instagramot ugye a bióba? Mert ide hozzá tudod rakni, tehát ha valakit nagyon érdekel, úgy is rá tud keresni. És akkor ezek után, ha megnyitjuk a profilt, akkor ugye már több mindent. Fölmutatja először, hogy hol dolgozunk, illetve hogy hol tanultunk, és rákattintasz erre a három kis pöttyre, akkor ide levisz, hogy mit szeretek, és az alap dolgokat magamról. Illetve, ha lejjebb mész, akkor még ezt mutatja. Ugye telefonon ez nyilván sokkal jobban össze van rakva, tehát ugye telefonon ezt így erre az egész képernyőre fogja rárakni az összes ilyen információt, tehát telefonon ez egy kicsit egyszerűbb, hogy igazából ennyi. És akkor lényegében ennyi lenne a profilunk. Ezek után, ugye, hogyha ez így el van mentve, akkor visszamehetsz itt a kezdőképernyőre, ahol utána újra fog indulni igazából maga a társkeresés. Ennyi lett volna lényegében a videó, hogyha bármi kérdésetek van, akkor kérdezzetek nyugodtan. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy nagyon szép hetetek van, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!